Jelenleg az Európai Unió egyik fő témája, hogy hogyan tovább, milyen költségvetési keretek között dolgozzunk 2013 után. Az új tagállamok nyilvánvalóan a fejlesztési pénzek növelésében érdekeltek, de szembe kell nézzenek azzal a kritikával, hogy hiszen a rendelkezésre álló kereteiket sem tudják elkölteni. Sokat ostoroztuk emiatt a Bajnai és a Gyurcsány kormányt, mert Magyarország bizony a pénzek lehívásában sereghajtó volt. Ígéretekkel tele volt a padlás, de az ígéreteket valóra is kell váltani. Ez a valóra váltás 2010 végéig, 2011. január 1-jéig csak annyiban sikerült, hogy a rendelkezésre álló 25,3 milliárd euróból 5,3 tized jött be az országba. Ez ugye gyakorlatilag 20%-ot jelent. A Gyurcsány és Bajnai kormányok mulasztását viszont az mutatja a legjobban, hogy ebből az 5,3 milliárd euróból 2,1 tized már az Orbán kormány alatt gazdagította az országot. Nehéz lesz ezt a lemaradást behozni, annál is inkább, mivel a nehéz költségvetési helyzetben nem olyan egyszerű előteremteni a nemzeti önrészesedést. Látja ezt a helyzetet az Európai Bizottság, és ezért több tagország számára, köztük Magyarország számára is, megelégszik, mint egy 5%-os nemzeti önrészesedéssel, ami azt jelenti, hogy csak egy harmadát kell befizetnünk annak, amihez elvileg hozzá tudunk jutni a korábbiakhoz képest. Remélhetőleg ez újabb lendületet fog adni a fejlesztési források felhasználásának, és ez sokat segít abban, hogy Magyarország nemzeti terméke növekedjék, hogy Magyarországon újabb meg újabb álláshelyek szülessenek.